Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Kedves hallgatóink, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Zsoldos Árpád vagyok. Mai irodalmi műsorunkban, illetve művészportrénkban Zöld Attillát mutatjuk be. Azt az orvos költőt, aki nemrég csatlakozott alkotóközösségünkhöz, pontosan úgy, hogy az orvos pályázatunkot vett részt, és több alkotásával sikeresen szerepelt. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Szervusz, hát én nem nevezném magam költőnek. Igazából csak egy olyan ember, aki szereti az irodalmat, és hát egy egészen véletlen kapcsán csöppentem bele. Igazából gyerekkoromban, fiatal, gimiskoromban volt egy néhány alkotás, ami annó meg is jelent az akkori heti folyóiratban, az utunkban. Ez egy Kolozsvári folyóirat, irodalmi folyóirat, aztán abba is maradt, most meg tiszta véletlenségből egy két évvel 2014. augusztusában egy baráti társasággal voltunk Budapesten, és ott a baráti, a barátunk hölgy tagja adott a kezembe néhány verset, hogy olvassam már át és véleményezzem. Ez tulajdonképpen egy pályázatnak a titkosított és jeligével ellátott versei voltak, és hát ez bennem úgy kicsit felkavarta a régi emlékeket, és ezt követően előjött, hogy hát valamikor én foglalkoztam ezzel a dologgal, és aztán kis unszolás után igazából előjöttek azok a dolgok, amelyek igazából egy 20-30 éve úgy bennem voltak, és kicsit szunnyadtak, kicsit, kicsit úgy az avar alatt lapultak. És jó érzéssel került megint úgy, úgy, úgy felszínre, és ezeket elkezdtem papírra vetni. Igazából eltelt fél év, és senkinek meg nem mutattam. Ez csak úgy, ugye az én írófiókomnak, és, és ott lapultak, aztán úgy úgy előmereszkedett, és a feleségemnek megmutattam. Hát ezt követően indult el igazából a, a folyamat. Hát igen, említed ezt a 30-40 évet, amit úgy szunnyadtak benne a dolgok. Menjünk is rögtön vissza az elejére, hiszen tartalmas. Volt az eddigi életed is, nem kifejezetten csak az alkotásról beszélek, hanem a, a magánéletről is. ugye Már rögtön érdekes hallgatóink számára is az lehet, hogy Székei országban születtél, ugye, jó szárhegyen Mesélnél nekünk az, arról, hogy milyen családban születtél, milyen élmények értek téged gyermekkorodban? Hát egy csodaszép vidék ahol én, amiben én beleszülettem, egy Gyergyószentmiklóstól 7 kilométerre fekvő kis aranyos, csodaszép kis falu. Igazából Marosvásárhelyen laktunk, csak minden nyaramat töltöttem, és minden oda köt Atyai nagyszüleim laktak ott, és Igazából ott nevelkedtem, és minden, ami, ami úgy benne tehát az első élményeket, az minden, minden, minden onnan származik és egy csoda, csoda szép hely. Igazából a, nagyapám, ő Madéfalvi, a zöld család maga a név is az, az, foglalkoztatott, honnan származik, honnan jön, és hát meg édesapám elég sokat kutatott ezek után. Ebből írt is egy kis, hát nem is olyan kicsi, olyan kis, elég nagy terjedelmű összefoglalót a családunkról, és hogy honnan is származik. Aztán, ahogy én utána nézegettem, igazából elég messzire maga a zöld név vissza vezethető, és a, nagy, a nagyanyám, ő pedig kolozsvári, ő Simonfi család sorja, hát ő hozta a kolozsvári nagyvárosi élet kultúráját, szemléletét, ő imádta egyébként a, a zenét, tőle tanultam meg, és ott hallgattam először operát, ami hát nagyon nem tetszett, de aztán egy idő után, mikor nekem ajándékozta a, a lemezeit, és végighallgatva, akkor ez maga a, a személyes élmény az egy kicsit közelebb vittehez, és hát ez ebből aztán a következő lépés. Hogy megszerettem a klasszikus zenét, a, a szimfonikus zenét, és gimis koromban bérletem volt, és gyakorlatilag minden hétfőn koncertre jártam, amit imádtam, és, és így kerültem a zenével kicsit közelebb, és maga a művészettel is. Ugye írod bemutatkozásodban, hogy gimnazista korodban nem csak az előbbiek miatt jártál hangversenyekre, hanem tulajdonképpen ez az akkori fiatalok között ott menő volt. Milyen társaságban jártál fiatalként, iskolásként, hogy emlékszel vissza azokra az évekre, mennyit tett a, a, hozzád a, a gimnáziumi, illetve a későbbi, a fiatalkori évek? Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes és egy nagyon speciális életbe csöppentem bele igazából. Amikor én kezdtem kamasz, kamaszosodni kamasz koromat kezdtem, és úgy, úgy kicsit kinyílt a világ előttem, akkor belecsöppentem egy olyan világba, egy olyan életbe, ahol elvárás volt az, hogy ismerni kellett festőket és ismerni kellett szerzőket. Ez, ez olyan elvárás volt például, én kosaraztam, tehát negyedikes koromtól kozva, akkor, akkor csöppentem bele a sportvilágába, és megfogott, és akkor kezdtem el kosarazni, és ahogy 30-an kezdtük annó, maradtunk 15-ön, ebből lett aztán a végső csapat, és egészen érettség is sőt az egyetemi évek első másodévében még, még, még aktívan sportoltam, és kosaraztam. A csapatban elvárás volt az, hogy a napi politikával, kultúrával, irodalommal tisztában legyen, és hogy valaki nem, szégyen volt, ha valaki nem olvasott valamilyen novellát, regényt, vagy egy-egy verset. A másik pedig maga Marosvásárhely, hiszen ott éltem, ott jártam iskolába, és ott érettségiztem. És egy nagyon-nagyon hogy ezt az egész világot érthető legyen, elmondom egy nagyon-nagyon érdekes jelenség, amiből aztán egy nagyon szép novella is kerekedett. Sajnos nem tudom, hogy ki írta. Lényeg az, hogy a Bolyai Farkas Liceum mellett, a Bolyai utcán működött egy tuton. Ez egy kis kávézó volt, egy kis nem nagy helység, és olyan kávét főztek török módra, egy hatalmas, nagy, nagyon finom homokba belehelyezték a vizesedényt, és amikor felfort a víz, a darált kávét abba tették bele, és háromszor felforva, és utána pedig így kínálták. Ez volt az egyik vonzó ereje ennek a kávézónak, hogy eredeti török kávét főztek. Viszont aki oda becsöppent, azt, az nem tudott leülni egy asztalhoz,

két személy vagy három személy külön beszélgetés folytatni, hanem gyakorlatilag egyik asztal a másikkal kommunikált és beszélt, és muszáj volt, azaz bevontak ebbe a beszélgetésbe, és nagyon érdekes beszélgetések alakultak ki, ide jártak színészek, növendékek orvosok, diákok, és mindenki elmondhatta maga véleményét, hozzászólhatott, és hihetetlen izgalmas és érdekes beszélgetések zajlottak le. Abban az időben igazából maga szórakozási lehetőség más volt, és aki pénteken ide becsöppent, az tuti biztos, hogy valahol egy kis társasággal egy nagyon tartalmas hétvégét tudott eltölteni, sőt olyan is, hogy igazából onnan egy fogkefével a falzsebben vonatra ültünk, és akkor fölmentünk a a hegyekbe, akár az Isten székére, vagy, vagy Maros Hévízre, és ott egy nagyon-nagyon-nagyon kellemes gitározás, éneklés, beszélgetéssel egybekötött hétvégét tudott eltölteni az ember. A beszélgetést megszakítva következzék három versed, mai előadunk Virág Gergely tolmácsolásában. Az első az Én vérem Erdély, a második a Ha, a harmadik pedig a Test Monológia címet viseli. Én vérem, Erdély. Én hazám, fajom és emberiségem iránt ismerem szép kötelességem. József Attila, töredék. Kicsikart nincs tovább kiált. Skandálnék én is, de mi véget? Égre kicsapa már rég síkra szállt felfort vérem, slávaként ége kifakad ezernyi tájog, amikor bordák mélyébe újjak hatolnak. Szorítani kéne, de a jog visszatipor, a láncszemek már hiába dacolnak, szétestek. Már semmi sem tartja forrongó Kárpát-medencénket. Ha fáj, az csak ordasok éhét hajtja, ezer jogtalanság erősíti mércénket. Kiálts! Vagy légy csak szemtanú, legvégső, szótlan néma vesztes! lapos kövek közt elkerül a gyanú, míg a harangot veri hős keresztes. Csak otthontalan országút és bátor asszonyok méhe szül még virágot. Végzetünk lett a trianoni sikátor, véres szövetségben óvjuk virágod. Vérpiros világunk és csökönyösen álomszekereink szekereink az égre merednek. Vigyázzuk, állik csöndben, hisz törékeny. Büszke szavakkal, mit el nem vehetnek, magyarral, mit szét nem szedhetnek, ahogyan tették a földdel, kényszerrel, erővel. Ha mégis, akkor ölni kell a nyelv, én magam vagyok ezennel. Szavakba foglaltunk földet és eget. Ez az egyetlen honfoglalás. Bodorpál, anyanyelv. Ha Ha meg tudnám akadályozni a pillanatok gondolataimba esését, félelem nélkül az egyedüllét labirintusába tévednék, és uralnám a tér összes irányát. Bejárnám előre, hátra, balra, jobbra, le, fel, által a kifeszített helyek összességét kiterjeszteném az anyagi létezők időbeli létezését, bejárnám, majd egyesíteném a teret és időt. Élvezve a tér időt, más-más dimenzióját minden létezőnek, belépnék a kompakt, végtelen dimenziós térbe, mely áll millió pontból, vagy én vagyok apró pont a térben. Egymás mellé fektetném magam, egyszer, kétszer, vagy akár többször is, jegyezve meddig tartott létem egy-egy lépésben, s mint egy belső szorzat tánclépésben lépnék a görbült térbe. A test monológia Vagyok a test, és vagyok minden, mi benne élhet, szellem és lélek. A véres küzdelmek, a kibékülések, a gondolat, a szó Isten is megértsen. Vagyok a test, és benne önmagam. Egyed ura az énnek, s hogy érdem, a fájdalom, miért teket nem kérdem, vágyaim titkait, fürkészi agyam. Vagyok önmagam, örök rabszolgája. Világba kiáltom a fájdalmat, a gyönyört. A lélek nem érti, kit önmaga meggyötört, győz az akarat önbecsülésem hű katonája. Vagyok én, és benne a miértek. Testem csak híd, halandó összekötője kezdetnek, s végnek. Rajta egyszer átsétálok nem a haláltól való félelem, hanem a hozzávezető út gyötrelme az, mi tart örök rettegésben. Írod, hogy kisiskolás korodban is meseíró szerettél volna lenni. Hogy jött ez, illetve utána mikor jött egy-két alkotás? Ez nagyon érdekes, igen. Most elmosolom ezt, mert egy nagyon kellemes élmény jött felszínre. Igazából nem tudom, fogalmam nincsen. Valahogy jött, amikor igazából megtanultam írni, olvasni, ebben édesapám nagyon-nagyon sokat, tehát folyamatosan velem volt, és erre emlékszem is, hogy Együtt, együtt tanultunk szótagolni, írni, és ezt mindig édesemnek büszkén meséltem, hogy hol tartok meg. Valahogy nem tudom. Tehát csak úgy, úgy, úgy egyszer én, én meseíró akartam lenni, talán, találtam, talán hallottam szüleimtől, Benedekelektől, fogalmam nincsen, nem tudom hova tenni. Lényeg az, hogy ez volt minden álmom, és úgy emlékszem, hogy egy kismacskáról talán valami kis mesét, mintha vagy valami kezdeményt, én el is kezdtem, el, elkalódott, nincs, nincs meg, fogalmam nincs, hogy, hogy hova került, de eltűnt, viszont ez volt az első olyan élmény, ami, ami úgy megmaradt bennem, és hát maga a, az írás. Talán, talán nagybátyám, édesapámnak a a bátya, ő, ő, újságíró volt, szegény, most már nem él, és ő Kolozsváron végzett, aztán Buda Bukaresben volt az előrénél. Későbbiekben, amikor 68-ban létrehozták a megyéket, és Hargita megye napi lapnál, újságnál lett újságíró, és aztán szerkesztő is. És talán ez is egy részben, aztán utána ugye el ellaposodott a, az egész, úgy, úgy elfelejtődött. Volt egyébként még egy komoly olvasmány élményed, ami Gárdanyi Gézához fűződik. Kérlek, hogy mesélj erről, hogy miért is volt rá ez olyan nagy hatással. Hát elsősorban a könyv szeretete. És az mai napig is állítom, hogy innen indult, és maga nem csak a könyv szeretete és a könyv olvasásának a szeretete, hanem a, a könyv megbecsülése. Hisz az, az végig vonult, kicsit később erről is akkor mesélek, amikor már megtanultam írni, olvasni, akkor egy karácsony ajándékozás során egy nagyon-nagyon érdekes ajándék várt rám, amikor kibontottam. Mai napig is megvan ott van a polcon egy zöld fedeles kötet, amin csak egy arany betűvel az két nagy GG G betű volt, semmi más. És amikor kinyitottam, akkor hát Gárdonyi Géza Egri Csillagok regénye volt, amit rögtön el is olvastam, azóta is legalább százszor, és egyik kedvenc regényem, és onnan indult, az olvasás szeretete, és ettől kezdve rabjává váltam, és igazából minden, ami a kezembe került, azt én elolvastam. Na most említettem, hogy nem csak a könyv olvasásának a szeretete, hanem a könyv megbecsülése is, hisz bármilyen könyv a kezembe került, arra én mindig vigyáztam, sőt a tankönyvek is, és egyetlen egy aláhúzás vagy beleírás nem volt az én könyveimben. Sorkiemelővel esetleg kiemeltem későbbiekben, de nem firkáltam a könyvet soha-soha, mert ezt itt tanultam a szüleimtől, és ez mai napig is minden tankönyvemben belefirkel, inkább jegyzeteket teszek bele, és annó, amikor az iskola kezdéskor igazából nem új tankönyveket kezdtünk kapni, hanem örököltük a nagyobb diákoktól, akkor mindig bosszankodtam és mérgelődtem, amikor kezembe olyan könyv került, ami tele volt firkálva. Ezért rögtön azt csináltam, hogy megkezdődött az iskola, és megkerestem azt az, az osztálytársat, akinek igazából nem volt tele firkálva, vagy szebb könyve volt, és akkor én mindig valami módon igyekeztem és elcseréltem. Sőt, sőt, olyan is, olyan is, történt. Azaz igazából mindig is, hogy amikor augusztus vége fele megkaptuk a tankönyveket, akkor annyira izgatott, hogy én, én átlapoztam, és, és, maga az új könyvnek az illata, a fogása, az, 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 mindig megfogott, és amíg kezdődött az iskola szeptemberig, az első tanítás évigén, a magyar irodalmat, meg ami érdekelt, azt én már kiolvastam. Tehát uh, igazából már az a két hét alatt, ami volt, az alatt én, én, igazából nem is nagyon mentem sehova, hanem, hanem ezeket a könyveket uh, majdnem teljesen elejétől végig kiolvastam. De aztán voltak más könyvek is, amik ugye hatással voltak rád, hiszen több antológiát, verses kötetet is megvásároltál, és uh, kérlek, hogy erről Mesély, illetve irodalmi folyóiratok, irodalmi újságok is jártak hozzád rendszeresen. Igen, így van. Igazából én, én mindent megvettem, ami új volt, és igazából nem is a klasszikusok, hanem az új, a friss dolog érdekelt. Így édes szüleimet rávettem arra, hogy rendeljék meg, ez egy Marosvásárhelyi folyóirat, az igaz szó. Ez mai napig is hiánytalanul megvan szüleimnél, most egy párat el is hoztam magammal, hogy beleolvassak régi élvényeimbe, a másik pedig a forrás könyvek, az is megvan egytől egyik, ezek is nagyon izgattak, hisz újszerű és újszerű gondolatokkal és újszerű dolgokkal volt tele, így Király László, Gitta István, László Féladár, László versei, tehát őket ott, ott ismertem meg, ők az első forrás generáció. És ők illetve a korábban olvasottak, hatással vannak arra, amit mostanában, és hogy gondolod? Határozottan igen. Határozottan igen, mert nyomtalanul nem tűntek el, és mai napig is nagyon-nagyon szívesen adoni nagy Mária Agitta István, Istentett verseit, meg László Fuladár verseit szívesen visszavisszak. Teljesen mást mondanak ma, mint akkor, akkor megmondom őszintén, nem értettem. Ma már sokkal inkább, és vallom azt, hogy ahhoz, hogy belset megértsél, ahhoz meg kell érteni és meg kell ismerni a mögött álló írót, költőt, szemét. Igen, ezért vagyunk tulajdonképpen ma is itt. De haladjunk tovább, jött ugye az egyetem. Miért pont az orvosi szakmát választottad? Szóval maradjunk akkor kicsit annál, hogy meseírás. Tehát a meseírás az egy kicsit izgalmas volt, de nem volt komoly dolog. Aztán gépészmérnök akartam lenni, hogy miért ne kérdezt, fogalmam nincs. Talán már mások is ezt akarták, és akkor én is úgy mentem ezzel a vonallal. Viszont említettem, hogy könyveket én iskola előtt, amikor megkaptam a kezembe, elolvastam. Ötödik osztályos lettem, és volt egy ilyen, hogy földtan. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert ott az égitestek, maga a föld szerkezete, és erről szólt ez a könyv. Hatodik osztályban állattan, ez is izgalmas volt, és ott a hetedik osztály, és akkor az megdöbbentett. Embertan. Ilyen tankönyv kaptunk mi a kezünkben, és ez nagyon izgalmas volt, és amikor beleolvastam, akkor annyira megfogott, hogy rögtön éreztem, hogy itt, itt valami, 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 olyan dolog van, ami nagyon közel áll hozzám. És amikor aztán a hetedik osztályát és nyolcadikos lettem, akkor már teljes mértékben kikisreyesodott, hogy igenis ez az, ami engem nagyon-nagyon-nagyon érdekel. És akkor úgy szüleimet is kicsit kifaggatva, hogy ez hogyan és miként, hát hetedik osztály 14-15 éves még igazából akkor kezdtem én is csak kicsit kinyílni, és akkor dölt el, hogy én orvos leszek, tehát onnan, onnantól kezdve tudatosan készültem én erre a pályára, és pedig annyira, hogy említettem, hogy negyedik osztálytól kosaraztam, a csapatban egy rokonom is bekerült, és együtt jártunk edzésre, az edzéseink azok az egyetem mögött levő sportcsarnokban voltak, és úgy el kellett mindig menni az egyetem annak szárnya, azon szárnya mellett, ahol az anatómiai, anatómia órák folytak, és ezek belenyúltak este 7-8, este volt, egyébként Este 8-tól volt az edzésünk, és ö, láttuk kivilágított termek, és be lehetett kívülről látni, hogy boncolnak az első-másodévesek, és ott mindig megálltunk, és jól mindig elmerengtünk és elbeszélgetünk, hogy nekünk, hol a helyünk, hogy melyik, melyik ö, üres. Hely, ahol nem állt diák, hogy az, az, az nekünk az pont ott, van, az vár minket, és ez akkora erővel töltött el, hogy igenis tudatosan készülve erre, igazából ez nagyon-nagyon sokat segített a későbbiekben, hogy igenis tudjam azt, hogy mit akarok és miért akarom. Most egy kicsit ebben a témában kalandozunk a versek világában. Szemmelweis napi köszöntő című írásot következik Virág Gergely előadásában, utána pedig két másik jellegű írás, ha kikönyökölsz a világ és magamból magamba. Szemmelweis napi köszöntő ajánlat minden nővérnek. Túl mindenen, túl az ünnepi beszédeken, hogy épp ma született, s mentett anyai életet, hogy lett a mai nap az ünneped, megpihen egy pillanatra segítő kezed, és szemed is picit elmereng. Engedve, hogy a bizonyosság megerősödjön benned, mert magadtól sem kérdezted, csak tett, Ted azt, amit érezted, hogy tenned kell, nem várva dicsérő beszédet, csak teszed nap, mint nap, és tenni fogod holnap is, fáradtságot nem kímélve, mert a segítő jó szó, az őszinte bíztatás, az örökbe adott simogatás, hogy segítek, s majd nem fáj, hogy visszaadod a szemekbe a kristálycsillogást, a mosolyt, hozza az időtlen száguldást. Ekkor érzed, varázs erdőben jársz, és téged is varázslat vesz körül felejthetetlenül. Túl mindenen, túl az ünnepi beszédeken átsejlik egy hang, s te nyújtott kezed csendesen. Ha kikönyökölsz, a világperemén Éjszaka, ha kikönyökölsz a világperemén, és egymagad hallgatod, ahogyan a világ pereg, apró lelkek, képmásod lebeg a sors kerekén, a tovatűnő lét a véletlenek sorsszerűségén mereng. Közben az életről hazudik neked. Hol a helyed? A kezdet? A végtudata nélkül asztalodnál muzsikál. Első osztály, másodosztály, váróterem életed? Élet. Külön ünnep, külön páholy. A halál húzigál, míg májva koszorús, mesztelen éjszakák ölelnek. Iszapként lassan ülepszik az idő, Istent faggat, sorsot emészt, Némán kötfájtlag gyülekeznek szénbe mártott képeket a holnap ráncaiba aggat. A símogatás is lomha mozdulatlanságba szenderül. Tó tükrén éjfintora rezdül, mélyén szunnyad az ég, a valóság útvesztőin a világ önmagával szembesül. Dohos terek fekete tócsáiban ráncait igazítja a vég. Szorítod ökölbe rándult kezed. Ha elengeded, a lét csendjébe ülepedni ereszted lelked, ismeretlen lesz éneked, és csend lesz, partalan lesz tengered. Békés, békésen mohos, férctelen, szedetlen, szegetlen. Magamból magamba. Ott, akkor, amikor az igenek és nemek összekeverednek, amikor a csillagok körülöttünk settenkednek, akkor, amikor az angyalok válnak barbárokká, és mi barbárok formálódunk angyalokká, ott, akkor megállítanám a pillanatok gondolataimba zuhanását hogy körvonalak és határok nélkül, egyensúlyomból kibillenve, mint kéz és láb nélküli ember, végtagok nélkül omolhassak a mélybe, zuhanva magamba, magamból, magamba. végül is belgyógyászatból szakvizsgázta, vagy ez már később volt? Hát tulajdonképpen 80-ban kezdtem. Előtte én katona voltam, katonaság után 80-ban kezdtem az elsőt 86-ban végeztem Marosvásárhelyen, a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemen, és akkori rendszer az úgy működött, hogy első évben aláírattak velünk egy olyan úgymond szerződést, hogy az állam vállalja az ingyenes oktatásunkat, mi pedig vállaljuk azt, hogy az ország szükségleteinek megfelelően oda megyünk, és ott foglaljuk el az állást, ahol, ahol az állam éppen megmondja, hogy szükségünk, szükség van ránk. Hát így kerültem én 86-ba Botosányba. Ez... Marosvásárhelytől több száz kilométerre van, egészen a, a akkori Szovjetunió határ közelében. Igazából ez a kis megyei város, megyei jogú város, 120 ezer lakossal talán, és hát ez egy kicsit úgy, 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 úgy megfogott annó, és szóval amikor államvizsgáztam, akkor az ország szükséglete úgy kívánta meg, hogy családostól Botosányba kerüljünk, ez egy megyei jogú város, és kicsit hasonlít Egerhez, Kis dimbes, dombos szőlőtermű, igazából zsidók lakták nagyon-nagyon régen, és ez a fejedelemségnek a nyári rezidenciája volt tulajdonképpen. Így igazából, mint vidék, nem egy csúnya vidék, nagyon szeles, hát azért ott fújt az úgynevezett Ukra Ukrajna felől jövő Krivec 7 fokozata, 7 fokozata volt, és a hetediket azt ne, ne tudd meg, ott, ott megállni nem lehetett. Lényeg az, hogy ez egy sorsdöntő kérdés elé állított, és ezt el kellett dönteni, hogy hogyan és miként legyen tovább, hisz akkor már megszületett a két gyerekünk, a, a Zsuzsa és a Kata, hogy akarjuk-e magyar nyelven tovább tanítani, hisz, hisz ettől a kezdve minden, minden saját, tehát anyanyelvünktől elzárt terület, és gyakorlatilag Picit innen egy kicsit visszatérnék, hisz ezzel a kérdéssel nagyon-nagyon-nagyon sokat foglalkoztunk, foglalkoztam, mert kérdezted, hogy milyen volt az akkori diák élet, vásárhelyi élet, kulturális élet, hogyan alakult a, a diákoknak a, a, az akkori élete, hisz épp egy nagyon-nagyon tiltott hippikorszak végefele, tartunk, hisz 73-74-ben, 74, -be, 74 -be kezdtem a gimit, tehát annak még az utó szele azért úgy még, úgy még, még nadrág, hosszú haj, amit tiltottak, tilos volt az iskolában és az elvándorlás kérdése, és Marosvásárhelyen ami, ami, megint nagyon-nagyon-nagyon mély nyomot hagyott bennem, és, és, formált minket. Igazából volt egy, van jelenleg is egy Karácsonyi Zsigmond nevű úriember, aki jelenleg a Marosásári újságnak a főszerkesztője, napilapnak a főszerkesztője, és annó ő még egyetemi évek előtt volt, és összeszedte, kicsit összefogta a diákokat, és a Marosvásárhely különböző iskoláiból, gimnáziumaiból diákok, és lett, rétre, tehát megalakult egy Bartok kör. A Bartok kör maga az elnevezés is tudatos, hisz az egésznek a lényege az volt, hogy Bartok Amerikában és amellett, hogy irodalommal foglalkoztunk, tehát egy, egy irodalmi körként működött, volt is előadásaink Marosvásárhelyen is, meg Marosvásárhelyen kívül más városokba is elmentünk ezzel, és ezzel az előadással, és hát az több előadás is volt igazából, és maga a műhelymunkák munkák során az első óra eltelti, eltelt pihenés vagy szünetben, rögtön előjött ez a kérdés, hogy mit jelent magyarnak lenni, mit, le, mit, mit jelent itt lenni. Volt egy rendszer, ami ami úgy, úgy hát. Én egy rendszerető ember vagyok, tudom, hogy mi hol van, a polcomra, ha benyúlok, akkor tudom, hogy melyik sorban mi található, tehát rendkívül szeretem a, a, a rendet. A rendet is tartok magam körül, viszont nem szeretem, amikor engem korlátoznak, és, és de ez valahogy ez így van. Én én nem várom el mástól, hogy rend, rendes legyen, vagy rendet tartson maga körül, de én magamtól saját magam nem tudok másként élni, viszont amikor korlátokba szorítanak, és megmondják, hogy mit csináljak, és mit ne csináljak, és hogy semmi, szóval az viszont nagyon nagyon-nagyon nem nincs ínyemre és kedvemre. És volt egy rendszer, amely igazából megmondta, hogy nekem mi jó, ami ellenén nagyon-nagyon ágáltam, és ez zavart. Nyilván azért, azért, azért mindig is bennünk volt egy olyan hisz otthonról hoztuk, és nagyon sokat beszéltünk erről, hogy azt, amit az iskolában tanítanak a magyar történelmről, az, az merőben nem az, ami a valóság, és utána olvasva ezek ez a sok, ez a rengeteg ellentmondás úgy zavart, és nyilván ebből kitörni, kitörni vágyás kell, nem kell, ezek, ezek foglalkoztattak, és igazából ez a Bartók kör, erre nagyon-nagyon jó volt, és nagyon sok választ adott erre a dologra, vagy erre a kérdésre. És tulajdonképpen akkor ezekből halódott össze az, hogy Magyarországra költöztetek, ugye egy több éves folyamat után, 90-ben végül is. Igen, igen. Tehát amikor 86-ban államvizsgáztam és kikerültem távol, nagyon távol a szüleimtől, igazából azzal is szembesültem, hogy gyakorlatilag volt egy nagyon-nagyon érdekes, egy 22-es csapdája működött, zárt városokká nyilvánították az összes erdélyi várost, ami azt jelentette, azt jelentette, hogy csak akkor lehetett munkát vállalni, akinek odaszóló állandó lakhelye van. Állandó lakhelyet csak az kapott, akinek odaszólt a munkahelye, és ott munkahelye is volt. Na, nekem volt állandó lakhelyem, de nem volt munkahelyem. Tehát ha lett volna munkahelyem, de nincs állandó lakcia, akkor megint, megint nem tudsz az illető városba, ezekben a városokban nem lehetett letelepedni. És ahogy kikerültünk távol a Marosvásárhelytől akkor egyértelművé vált, hogy igazából abban az időben semmi kilátás, semmi, hogy, hogy, hogy bár mikor is vagy valaha egy kis reménysugara annak, hogy visszakerülhetünk Erdélybe és magyar emberek közé, és saját, saját kultúránkat tudjuk művelni és folytatni plusz a gyerekek bekerültek egy olyan idegen környezetbe, ahol igazából még kicsik voltak, három évesek igazából, még nem birtokolták a, a, az, azt a nyelvet, és hát itt született az a döntés, hogy nekem tulajdonképpen van egy hovatartozásom, van egy anyaországom, és hát döntés született, és akkor Tulajdonképpen a magyar államtól mi megkaptuk a Magyarországra a végleges kitelepedési engedélyt, ez 87-ben, és hát két éves procedúra után, 90-ben a román államtól megkaptuk a végleges Magyarországra volt telepedésnek az engedélyét. És ugye úgy kerültél az OSZD Almási Balok Pál Kórházba. Miért pont Óz, miért pont Borsod megye, és ugye lakhelyként pedig Szilvásvárad? Hát én hegyi ember vagyok. Széke ember, én ö, 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 imádom a hegyeket, és ö, igazából nem érzem jól magam a teljesen sík ö, vidéken, és ez volt az a vidék és terület, ahol, ahol igazából ö, nincs is nagyon messze, meg egyébként teljesen véletlen, véletlen tehát én ö, nem is tudtam arról, hogy létezik, ö, ö, ózd. Miskolcra kerültem, és a Miskolci megyei kórház és az akkori ottani vezetőséggel történő beszélgetés, ANTS-meg vezetőséggel tulajdonképpen merült fel ennek a lehetősége hogy itt, itt elmondván azt, hogy mit szeretnék, és ez is egy érdekes dolog, mert akkor nekem a fejemben egy manuális szakma járt, tehát meg se fordult a fejembe, hogy én belgyógyász legyek. Én mindenféleképpen a kezemmel szerettem volna valamit kezdeni, traumatológus baleseti és traumatológusként, vagy, vagy így tudtam elképzelni magam, legalábbis ez volt az az álom, amit, amit akkor én úgy magam elé vetítettem, és igazából, amikor akkor bekerültem Ózdra, hát nem a legszebb látvány várt, még akkor léteztek a kémények, igaz, már nem füstöltek, tehát nem volt az, azért szennyezett a levegő, de a, a vonatról leszállva igazából az első ilyen látvány az nem, nem fogott meg, egyáltalán nem fogott meg. Aztán az igazgatóság a vezetőséggel való beszélgetés követően teljesen változott, hisz, hisz emberekkel találkoztam, én nagyon szimpatikus emberekkel, nagyon kedves emberekkel, meg is történt a, a szerződéskötés, és amikor elkezdtem dolgozni, akkor kórházban, akkor olyan csodálatos emberekkel találkoztam, akik, akikkel mai napig is tartom a kapcsolatot, mert nyugdíjasok, és igazából a, a légkör fogott meg, és az emberek. Hogy miért pont a belgyógyászat, hisz ott is elmondtam, hogy sebészet, nyilván ott nem volt ilyen lehetőség, hogy traumatológus, de a sebészeten akkor éppen nem volt szabadállás, és felajánlották, hogy nézek szét a belgyógyászaton, és igazából amikor szétnéztem, akkor hihetetlen élményben volt részem, egy nagyon-nagyon jó nővér-nővér, orvos-orvos, orvos-nővér kapcsolat volt, talán a legjobb a kórházban, és eltelt egy néhány hét, egy hónap talán, és utána hívott a sebész főorvos, hogy mit keresek én a belgyógyászaton, hisz sebészetet választottam volna, hogy már is menjek át, mert van hely. Én kértem egy kis gondolkodási időt, egy hetet gondolkodtam, és igazából ekkor döntöttem, hogy én nem, én maradok belgyógyásznak, ez jobban jobb, sokkal jobban megfogott, és elsősorban az emberek miatt. Most ismét három verset következik Virág Gergely előadásában. A címeik egyszer valahol, Fohászunk feljut Istenig, és amikor a csend színeit leveti. Egyszer valahol valahol valamikor egyszer. Megmás híthatatlanul és kivétel nélkül végül is minden ember megérkezik, ahol majd kibérel végérvényesen, szenvedélytelen, nagy szavak nélkül cipelve az igaz szerelmeket, szenvedélyesen a múló nyarakat, új teleket viselve, amikor dézsákból öntik az éjszakát, üvegből a nappalt, spohárból, ami megmaradt, létünk vezény szavát ami képes örökre keresztül hasítani minden láthatatlan emberi rejtelmet. A csend illatát illesztve a lelkekbe, dallam nélkül, süketen mit rendelhet? Vakhangú szimfóniát, mely száll a fellegekben, ahonnan lehullnak szavak, nyelvek, kiéget formátlan értelmek, érzelmek nélküli fegyverek reggelre ellepnek, hatalmat adva a szavaknak. Melyek, ha ölni tanítanak, ne feledd, hogy megérkezik végül is minden ember, kivétel nélkül és megmásíthatatlanul egyszer, valamikor valahová. Fohászunk feljut Istenig! Eltévedt távoli találkozások. Az elmaradt hajdani ígéretek gyülekeznek, rohanó évszakok talánya folyt, míg sajgó ítéletek lajstromazzák a múló éveket. Akár a villanó fény hangtalan tükröződnek, már nem kéreget, nem temet és nem magtalan. Anya méhéből felsíró magzat életem viselem a szót tisztán, mit anyám adott, hiába zaklat a névtelen, mivel apám titkán elhalnak a nyelvtelen intelmek. Ha szavak bölcsőjét ostorozzák, s himnuszt, míg nem tisztelnek, háborúk halottjaikat sokszorozzák. Fiaid voltak, a lányaid, mindenik. Őt is magyar anya méhe szült, ki szülte a dalt mely feljutott istenig széttört nemzet szolgájává szegült gyűjti fohászunk naponta a szél minden mondatunk és sóhajunk mely istenekkel is versenyre kél győztesen jelzi dalunk itt vagyunk amikor a csend színeit leveti Vörösen szétválva rongyolódik az idő, Sziszegve, sétálva vértüske keringő. Bársonyos fényébe fakul, ködlik a pára, A hold ezüst tükrébe szenderül éj Szél símogat szintelen, Zizzen finoman szárnya, sorsot emészt, dísztelen, Arcokon fény esők kék falak közt ténfereg, szoborrá szelidül a nesz, magába fordul réveteg, majd örök nyomot veszt. Csillagtalan, fekete éj, követ, ráülepszik a világ, a mélyén szunnyad a kéj, spartalan néma ajkú imák. Önmagával szembe fordul a fekete és fehér valóság. A titok mögüle kimozdul, égtükre attó, az igazság. Színes köntösét a csönd leveti, elmarad ezernyi csillanás, az elme dönt, a szürke valóság ennyi, teljességet csak képzelet teremti. És ugye most már van mögött 30 év szakmai tapasztalat, és 26 év az Ózdi kórházban. Még most is úgy érzed, hogy jól választottál? Szereted a szakmádat? Szeretsz orvos lenni? Abszolút jól döntöttem. Egy percig se bánom. Sőt, sőt, nem is tudom, kinek kell ezt meghálálni, hogy a sors így hozta. Én szerencsés embernek tartom magam ilyen szempontból. Annak ellenére, hogy nem volt első helyen a belgyógyászat, igazából, amint az előbb is mondtam, hogy azért választottam ezt, mert mert maga a légkör és, és az emberek kedvessége és az egész hangulat az döntött ebben. Utána aztán rádöbbentem, rájöttem arra, hogy igazából gondolkodni, kitalálni, összerakni a kis, kis kockákat, a puzzlyjátékokat, és abból összeáll egy kép, amiből kiderül, hogy igenis az illető betegnek mi a baja. Tehát ez a nyomozás, oknyomozás, felfedezni, megtalálni, utána pedig megoldani a kérdést, a problémát, ez nagyon-nagyon ez izgatott, a mai napig is izgatott és úgy gondolom, hogy nekem, nekem, ez való. Közben a család is bővült, ugye, tovább, sőt egészen addig, hogy most már unokákkal is büszkélkedhetsz. Nekik át tudsz adni valamit Abból, hogy mit éltél át korábban, illetve az irodalom, a kultúra szeretetéből igyekeztél a, a nevelésük közben csöpögtetni belőjük, illetve sikerült? Hú, ez most nagyon sok kérdés így egyszerre, hirtelen. Tulajdonképpen úgy alakult az életem, hogy amikor Magyarországra át települtünk, akkor a családi kapcsolat az megszakadt, én akkor elváltam, új családot alapítottam, de gyerekek maradtak, és jelenleg öt, bocsánat, hat gyerekünk van, és tehát nekem két lányom, jelenlegi feleségemnek egy fia és egy lánya, és egy közös gyerek, ő az ötödik, a hatodik gyerek pedig a nagyobbik gyerekünknek a, a felesége és csodálatos emberek. Igazából én azt tanultam a szüleimtől, nagy szüleimtől, hogy akár a székely emberek, hogy a kevés beszéd, az többet ér. A tettek számítanak, hogy hogy élsz, hogy cselekszel. Én, én ezt tanultam szüleimtől, igazából egy szájbarágos, olyan értelmes gyerekek, hogy nem is, nem is kell nekik semmi se szájbarágni, és én így látom, én így gondolom, hogy azt, amit mit cselekszünk és mit teszünk, az sokkal, de sokkal nagyobb példaértékű, mint az, hogy ha, ha, minden nap az embernek a fejéhez vágják, hogy mit csinált jól, mit nem, mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni. Nem, felnőtt emberek, nekik kell élni a saját életüket, nekik kell eldönteni, hogy mit akarnak és hogyan. Lehet, hogy tízszer rosszul, de tizenegyediket de azt már jól fogják csinálni, és, és feleségemmel mind mindig arra törekedtünk, ezt meg is beszéltük, hogy tudatosan arra fogjuk őket nevelni, hogy minél önállóbbak legyenek, legyen saját gondolatuk, legyen saját véleményük, még akkor is az nekünk néha fáj, vagy nem úgy, nem úgy mondják, és nem úgy közlik, ahogy, ahogy hisz egy kamaszod ember azért, azért szókimondó, és nem válogatja meg a szavait, és hála Istennek, hogy a gyerekek kivétel nélkül mindegyik csodálatosak. Én azt mondom, hogy sokkal többet értek el már, mint mi, 31 évesek, és én tanulok most már tőlük, hisz Gergő, ő a legnagyobbik fiunk, ő orvos Budapesten, a felesége az ági nyelvészdoktor. Második doktoriát, diszertációját végte meg most tavasszal, Zsuzsa lányom ő külkereskedelmet végzett, most a mesterképzést végzi, és most a, az amerikai nagykövetségen dolgozik. Kata, kata lányunk, ő most hát munkája, az baráti kapcsolata révén most Pozsonyba él a barátjával, de korábban együtt dolgozott a Fruzsinával, ő a harmadik lányunk, ő közgazdász, és ő az internet hangeri és a média hangeri országos rendezvényeket szervezték, mint az egyik gazdasági, a fruzsina, mind a, a, produceri részét. Hát ő most, a fruzsina, ő meg kiköltözött most Németországba, Regensburgba van, nem, Degendorva, bocsánat. Attila pedig, hát ő a legkisebb, ő másodéves orvostan hallgató Szegeden. Tehát akkor tulajdonképpen a szakma öröklődik tovább, hogy úgy is mondhatjuk a családban. Igen, is-is hisz Ági, ő, ő nyelvészettel foglalkozik, két fiú ő orvosi szakmát választotta, és egyetlen egy gyerektől sem vártuk el azt, hogy a, a mi ártunk választott szakmát vagy mesterséget választják, tehát mindenki önállóan döntött. Hogyha már így szépen sorban végigmentünk a családon, akkor megkerjük Gergőt, hogy olvassa fel Kimondatlan Szavak című írásod, melynek az alcíme a gyerekeinknek szeretettel, és minden verszaka egy-egy gyermeketeknek szól a hadból. Kimondatlan szavak Gyerekeinknek szeretettel Zsé Zsigereimben alakot ölt, s a méből feltör, mint forró láva szavakba zárt szótlansága, akár a csend ártatlansága, utat törsz magadnak, akár a végtelen vágy hegyekbe zárt forrása. Zsigereimben alakot ölt, a méből kitör, felszakad a fohász, szeretetre vágy, az ajkakra fagyott rég elfelejtett sóhajtás állsz a megmagyarázhatatlan szorongások, a vágyak, az élet nyers ismeretlenségébe zárt ösvényén, batyudban a léted, a hamuban sült, hamisíthatatlan szeretet, mint kenyéren a só. Kell valaki. Mindig kell valaki, aki kimondja a kimondatlan szót. K. Ki tudja, mikor, és melyik hegygerincről indul el a csend? A szívekből alázúduló, zűrzavart elsöprő lavina a rend. Tér az idő végtelen dimenziójába lép, jeleztél és megjöttél. Átkandikál a szívek repedésein, Simogatva arcokon pihen a szél, Nagy útra rendezkedik beléted, Csend közepén tüzes harang, a hangja bódít, s messzire elnyúló visszhangja bátorítva szól, mert kell valaki. Mindig kell valaki, aki kimondja a kimondatlan szót. G. Gondalan gond a háborgó vizek örök tavaszán megnyugvást kínál. Elmereng, szemét az időn körbehordozza a világ, jó helyen áll régi ceruza rajz. Ezt kiérti? Vonalait talán váratfalait építik, vagy gárdonyi szelleme kísérti. A csillagok világunkra hagyott tisztasága öleli keblére gyermekét, a szeretet megérint ezüst ajkak csillogása. Napsugarak, s jövőbe vetett hitünk rendíthetetlen ragyogása. Elmereng szemét az időn körbehordozza a világ, hol rejtőzik a szó? Kell valaki. Mindig kell valaki, aki kimondja a kimondatlan szót. Á. Ágról lehajló fényfüggönyök betakarnak, kedvesen simogatnak, gondolatok gyümölcsei bájolnak, ízlelő bimbókat círógat. Int a szél, miénk a tér, szemünkre illesztünk végtelen messzeséget. Napsugara annak, ki fényre vágyik, kapsz erőt, ráadásként tisztességet, a kíváncsi ég magához lapoz, sorok közt olvas keresve a szót, mert kell valaki, mindig kell valaki, aki kimondja a kimondatlan szót. F. Föld kimagasló tüskéin kezdetekben vérben vergődött a bizalom. Reményt sugal, nincs hideg, csak tél. Nincs örökös borzalom, unos untalan omlik ránk a pillanat. Éj a fénytől mindig meghasad, zaklatott szívek tárt kapuin csellengők bátortalan lépte, áthalad, sorsunk követi sorsod. Gyökerei szeretet mélyéből fakadnak, igékbe záródtak üzenetek. Tagadás köntöséből most kilépnek az igenek, Nagyot sóhajt a letisztult világ, kezeithez kezek érnek, nem idegenek. A választott lét beül hajlékunkba, és köszöntve szól, mert kell valaki. Mindig kell valaki, aki kimondja a kimondatlan szót. A felejthetetlen véges létünk végtelen gondolatai közt itt vagy. Itt a reményeink és végtelen vágyaink két vége közt. A végtelen elme fénylő szikrái közt itt valahol itt vagy nekünk mint végérvényes megnyugvás, s végtelenné válik életünk. Nem értéktelen, már nem szerte foszló álom az örökké valóság. A szeretet súlya alatt baráttá szelídülő sors, az örök adóstárs. Kell valaki. Mindig kell valaki, aki kimeri mondani a kimondatlan szót. Nem csoda, hogy ennyi idő alatt, 30 év alatt nem nagyon foglalkoztál az írással, hiszen azért is beszélgetünk a magánéletedről ennyit, hogy lássák a hallgatók, hogy ugye orvosként és többszörös családapaként minden mellett nehéz elvonulni a saját gondolataival, foglalkozni az embereknek. Mégis, hogy jött elő 2014-ben az, hogy te újra? tollat vegyél a kezedbe, vagy tulajdonképpen elkezd az írást. Ez egy nagyon érdekes. Ü igazából onnan tudnám én ezt levezetni, hogy évek, évtizedek óta tudom, hogy azzal kelek fel, hogy úgy megyek be a munkahelyemre, hogy mindig csak rosszat fogok hallani, jót nem itt fáj, ott fáj, ez a bajom, az a bajom, és erre mindig megoldást kell keresni. Hát ez egy nem könnyű feladat, és ezért van talán az, hogy nagyon sok orvos, olega keres valamilyen olyan, olyan tevékenységet, vagy sport, vagy az irodalom. Nagyon-nagyon híres és jókezű festők vannak, orvosfestők, akik irodalommal foglalkoznak, akár írással, vagy, vagy sport, vagy hegymászás, vagy extrém sportok. Tehát kell valami, ami ezt a feszültséget valahol le tudja vezetni. Nekem abban maradt a sport, ha bár nagyon-nagyon szeretünk túrázni, de hát ahogy telik az idő, igazából már én aktív sportot már ilyen szinten nem tudok végezni, de, de rendszeresen túrázunk, hegyet mászunk, hát a, a, a szívünk csücske az egyértelmű Erdély, és Erdélybe is úgy megyünk mindig, hogy ez is egy, egy iratlan fogadalom, hogy úgy megyünk, hogy mindig viszünk valakit magunkkal, aki még soha nem volt Erdélyben. És hiányzott, hiányzik ez a dolog. Kicsit nyüglöttem, nem találtam a helyem, és én áldom megint azt a szerencsémet, mondom, én szerencsés ember vagyok. Mindig is szerencsés fordulatai voltak az, az életemnek, és az, amit korábban, fiatalkorban én azt úgy éltem meg, hogy hogy elvettek dolgokat, nem azt tehettem, amit én szeretnék, és, és, az élet, akár én most egy politikai életre gondolok, volt egy olyan szakasz az életemnek, amikor, amikor éreztem, hogy, hogy elvettek dolgokat tőlem, azt most azt most kamatosan pótolta, és, és visszakaptam pozitívan, tehát összességében én egy nagyon-nagyon szerencsés embernek tartom magam csodálatos gyerekekkel, csodálatos családdal, feleséggel, és mégis hiányzott valami, valami pici dolog, és, és ezt nem tudtam. Ezek a dolgok, amelyek most itt papíra kerültek, ha bár nekem számítógépen van, de most itt, itt előttem áll kinyomtatva a papíron, és ez furcsa így látni, ez érdekes, és, és ha bár egy A4-es lapon van, de mégis jó leső érzés erre ránézni, hogy Valamit. Meséltem azt, hogy anna, amikor én kerestem, hogy mit is akarok én ezzel a, az orvoslással és a, a, ezzel a foglalkozással, és úgy gondoltam, és úgy képzeltem el, hogy a kezemmel kell nekem valamit csinálni, mert akkor annak van látszatja azt, azt mindenki látja, hát itt is valami ilyesmi volt, és igazából egy teljesen véletlen kapcsolat, amit elmondtam, hogy Budapesten családi vagy baráti családdal együtt eltöltve néhány. Szabad napot, előjött ez a pályázat, tulajdonképpen ez egy pályázatnak a, 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 a versei, és azok ezek felszíne hozták ezeket az érzéseket, és igazából jött egy kényszer, nem tudom ezt másként elmagyarázni, egy olyan dolog, mint a szobrásznak, ha van egy kötömb, de ő már látja, hogy mi van benne. Én még nem látom, senki se látja. Tehát ő mutatja meg nekem, hogy abban a kőben ott közepén mi rejtőzik, milyen kincs. Na, a vers is valahogy így van, hogy vannak szavak, vannak, és, és ebből a gondolat özönből, amelyek úgy, úgy, úgy jönnek a, a, az ember fejében, ebből összeáll valami, össz, egy, 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 egy valami, és akkor, akkor ennek a nyűgje, szépsége, az, hogy alkotni valamit, valamit létrehozni, ennek az igénye, ennek a csírája, ami egyre, egyre inkább kibontakozott, és amikor aztán már a melkasot szétveti, és érzed, hogy ezt valamit ezzel tenned kell, és akkor ezt leírod. És akkor ebből van valami, ami nem tetszik. Nagyon nem tetszik, akkor ezt... Tehát én nem könnyen írok egyébként, vagy nem könnyen, nagyon sok gondolat van bennem. Ezek a gondolatok sokszor nem összefüggésszerűen jönnek, cikáznak, és ezt összegyúrni valamivel, aminek van egy üzenete, az nagyon-nagyon izgatott, és igazából innen kezdett előjönni az az érzés, hogy igenis én ezzel nekem valamit tennem kell. Elsősorban magamnak az, hogy miért, azt tudom nagyjából, hisz ezek az érzések olyanok, hogy éreztem, hogy le kell írnom, ezeket kell csinosítani, formálni, és amikor, amikor kijött, hogy van ennek valami üzenete, akkor, akkor ezt én megfogalmaztam és leírtam. Ha azt kérdezed, hogy mi ezzel a célom, sokkal nagyobb bajban vagyok, mert igazából úgy gondolom, hogy a, a, az emberek az emberek igénylik a szépet, igénylik a jót. Én mondom, nem tartom magam költőnek, de ha ezzel egy érzést, vagy ezzel egy üzenetet tudok szűk, három embernek is átadni, vagy, vagy közölni, akkor már tettem valamit és lehet, hogy ezek el fognak kallódni, ennek nem lesz nyoma. Meg is vagyok győződve, hisz én nem tudok olyan szinten alkotni, mint, mint akiknek igazából ez a szakmájuk, ezt tanulták, ezt évek óta csinálják, hisz két éve foglalkozom ezzel a dologgal. Kezdetben csak a magam szórakozására, a magam igényeinek a kielégítésére, és aztán utána jött a kíváncsiság, hogy ennek van-e üzenete másnak sem, másnak is. Ez a kíváncsiság vitt arra, hogy megmutassam végül a feleségemnek. Aztán kaptam egy bátorítást, utána megmutattam az Áginak, aki hisz szakmája a, a magyar nyelv, és onnan is kaptam egy picit kis bátorítást, hogy igenis ezt ne hagyjam abba. Hát valahogy így kezdett ez így alakulni. Attól viszont nem félek. Tehát attól, hogy verset nem olvasnak az emberek, attól, a, attól még költészet létezik, és létezni is fog. Az, hogy valaki nem megy képtárba, múzeumba, attól még ezek a, kincs, ezek a képek ott vannak, és lesznek. Tehát művészet az lesz, még akkor is, hogyha nem, nem nézik meg az emberek. Lehet, sőt, biztos, hogy XY egy vasárnap délután nem fog elővenni egy rilke verset, hogy most leüljön és elolvassa. Én úgy látom ezt az egész dolgot, hogy úgy érzékelem, amit ami tulajdonképpen benne is megvan ez az igény, hogy különböző rendezvényekre, ahol irodalmi estek vannak, ahol egy költő mutatja be magát, vagy esetleg egy összeállított műsor keretében hangzanak el versek, ezt igénylik viszont az emberek, erre szerintem nagyon nagy szükség van, és ebből viszont sajnos kevés van. És mi az, ami megéklet általában? Hát ez is egy nehéz, nehéz dolog, hisz említettem, hogy hihetetlen gondolatok cikkáznak az ember fejében, és ezt rendbeszedni és rendben tartani borzasztó nehéz. Úgy vagyok vele, hogy vezetés közben is jön egy, egy szó, jön egy kép, és, és nem tudok vele mit kezdeni, és nem hagy békén. Gyertyalánk. És akkor ez három-négy napig kísér, zavar, nem tudom megmagyarázni miért, és aztán összeáll a, 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 a köréje illő szavak, meg, meg, meg összeáll egy, 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 üzenet, mert az biztos, hogy valamit üzen, vagy, vagy épp a feleségemnek is mondtam, hazafele utazva, csak úgy, úgy a rádióban elhangzott hogy fegyverszünet, és ez annyira nem hagyott békén ez a szó, hogy ebből aztán lett is egy vers végső soron, hisz a vers az tulajdonképpen ritmus, rímek és szavaknak a összessége tömör, tömör, tehát tulajdonképpen a legtömörebb emberi lét, emberi lélek, emberi gondolat, és ezt aztán úgy, úgy formálni, hogy ez valami üzenete legyen, hisz, hisz én számomra az jelent valamit az a vers, amelynek van egy üzenete. Nem biztos, hogy mindegyik vers elolvasása után megtalálom az üzenetet. Lehet, hogy, hogy a vers olvasása alatt, itt én mind olvasó kicsúszok a vers alól, és egyszerűen nem, nem találom meg a hangot, de ha két-három nap múlva elolvasom, akkor viszont, viszont valószínűleg, hogy találkozik, találkozik, ez a két dolog, ami közel áll hozzám, például így vagyok József Attilával. József Attila elsolvasásra érthető, könnyű, amikor másodszó másodszor, harmadszor, akkor döbbenek le, hú, ez nagyon-nagyon ez, ez nehéz. Ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz. De 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 én minden fogyasztó vagyok, tehát én nagyon... És ami nagyon érdekes, a legközelebb igazából a lengyel költészet áll hozzám, de ugyanúgy imádom, nagyon szeretem a, a Lászlófi Aladár, Lászlófi Csaba verseit ugyanakkor a mai magyi, ö, irodalmat is. Hát nagyon elkalandoztam én most, igazából most. Semmi probléma, bennem az a kérdés fogalmazódott meg közben, hogy ugye említetted, hogy három napig is motoszkál akár egy szó a fejedben, még nem sikerül leírni a hozzátartozó többi szót, hogy szülessen egy alkotás. Amikor ez elkészült, akkor elégedett vagy, megnyugszol, és örömmel olvasod vissza, amit alkottál, vagy utána még farigcsálsz azért rajta? Megnyugszom. De nem vagyok elégedett. Mondom, én, én nem az a ember vagyok, aki a első gondolatból már is azt írom le, amit szeretnék. Nem. És én szeretek vele foglalkozni, hisz, hisz meggyőződésem az, hogy nem sokat kell, hanem lényeget. Tehát én túl sokat úgy, úgy érzem, hogy Szóval én szeretem a rendet, ebből indulnék ki, és ez a rendszeretet igazából azt a kényszert ö, ö, hordozza magába, és, és az állandóan bennem van, hogy a fölösleges dolgoktól szabadulok. Nem szeretem magam között csak azt, amit nekem akkor szükségem van rá, vagy tudom, hogy használni fogom. Ezzel van is kis konfliktus a feleségemmel, mert ő meg mindent megtartogatna, vagy vagy úgy gondolja, hogy ez, ezzel még hasznos dolog, és igaza van ez sajnos igaza van, mert én szabadulok, akkor úgy gondolom, hogy ez számomra fölösleges, és én attól szabadulok. Na, a versekkel is nagyjából így van, hogy, vagy az az írásokkal, mert nem tudom igazából, hogy hova tegyem, mert, mert sok kételj van bennem. És meggyőződésem az, hogy a vers az nem egy halomra, tehát nem szavak egymásra dobálása. Egy vers nem attól vers, hogy érthetetlen. Olvasok néhány verset, amely, amely igazából nincsen gondolatisága, nincs egy vezérfonala. Elveszek egyik vers után a másikból, elveszek és nem találom magam. Én is sokszor ilyeneket írok le, és akkor ezeket nekem köteltet nem, nem tudok tovább lépni, ezeket átrágom. Van úgy, hogy volt olyan, hogy egész csak két sor tartottam meg az egész versből, a többit azt, azt mind, mind töröltem, nem bánom, hogy töröltem. Nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, tehát meggyőződésem, az egyensúlyt az, hogy, a, hogy elveszen a lényeg, egy-kettő, a másik pedig az, hogy nagyjából a nagyok megírtak mindent mindent, amit csak lehet. Tehát nagyon nehéz most úgy és mondani is valamit, és üzenetet átadni bárkinek is, akár saját magamnak is, hogy az ne legyen közhely, ne legyen elcséppelt, ne legyen százszor kimondott szó, és ha bár az érzéseink és azok ugyanazok, mint 100-200 évvel ezelőtt, vagy akár 600 évvel ezelőtt, ugyanazokat az érzéseket oly módon kell úgy érzem, közölni, hogy annak igenis legyen valami üzenete, legyen valami izgalma, legyen benne valami olyan, ami, ami ha elolvasom, akkor igenis, viszont azt mondom, hogy hú, ezt én írtam. Lássunk akkor erre három példát ismét alkotásaidból Virág Gergely előadásában. Ha nem vagy, lélekharang és lélekhang csillagmozgása című versek következnek. Ha nem vagy. Alvó fénybe olvadnak naplementék, Kékbe fagy az ég, Lesz félig ibolyakék. Alvó lélek alatt Rajta alvó repedések felsírnak beleégett, gyűrött nevetések. Álomból riadva sejtek zakatolására. Lélegzet ráhangol a szív vad táncára. Szilaja ritmusa, kimerülésig fokozza, álomfények csillaghullását hordozza. Dobbanása akár a vadlovak vágtája. Hiány szülte magzatnak nyoszojája. Hasad a fél homály, vágy illatot hagy kihagy a szív, amint érzi, nem vagy. Ölelések vibrálnak, álom fény dalában, nélkület halnak el szó csend tavában. Összetörnek porcelán hétestű határok, mellén bújnak hazavárt simogatások. Lélekharang. Konok összevisszaság borzolja gondolataim csapongását, miként nyári monszun űzi, kergeti a partalan tengerek hullámzását, partalan zokogás szavaim hantja. Mésége vágyaimat folytogatja, zeng, zúg, lüktet a csepnyi vér, izomba dermet simogatás, mit ígér? Szomjazza a tiszta, csókos záport déli báblen gondolataim felett. Húsából apró öleléseket tépeget, felvillantva a pillanatnyi rezdülést, oly fehéren, hogy szemet vakságig sért. Se ajtók, se ablakok üvegkalitkába zárt, több szólamú hajnalok járnak velőmig át, bennem felejtve minden emberi hibát, s kilép minden, mi egyszer már rám talált. Piros-fekete tangó játszik a szenvedéllyel, Piros-feketén a lélek sejmét tépi széjjel. Illatodra feszül bőröm, rejtőzik álmatlan ébredésbe, Foszlott csipkéi simulnak minden érintésbe. Beterít gondosan, finoman ringat, leplén a fény, Gyermeknyi álmokat vajúrva sír fel a remény, Enyém a csend, s enyém minden pillanat, melyben magammal hordalak. Suttogja vágyaimat az ébársonyán át, mesztelen villan szivárvány szárnyat, s a dal kiújul, az egymásba nyíló tenyér a mámor karjaiba ájul. Lélekhang csillagmozgása Boldog Ősi pillanat fut, hol isteni szellők símogatnak. A fény sugárzó földjén lohol sorsunk, mit istenek játszanak odafönt szent hangszereiken, őrizve a létet, a sorstalan szűzi csendességet. Idelent, az ismeretlenség túloldaláról lélekhang csillagmozgása szól. Nincs nyugavásomnak helye. Vakon bukok lépcsőről lépcsőres, míg várnak csillagok és holdak. A bizonytalanság börtönében sorvad létem. A magány lakatjai alatt cipelem szíven partra vetetten, némán árnyékon bársonyába burkolva bén a testem, morajló tengerpartján, gyilkos széltépi vakító fehérségem. Fölötte kéken ring a láthatár, láthatatlan életet öntve belém. Életet, melyet a végtelenbe visz a szél, megszaggatva végérvényesen gyökereimet. Vándorutam örökös, már soha sem ér véget. Tudom, létem nem tökéletes és folyton keres, nyughatatlanul mi emberi szívnek lényeges ütemre lengve, kéz a kézben, bolondos lejtésben kacérvillanás. Nyughatatlan marad örökre a tenger, s viszi dalom a végtelembe, hol összecseng varázslat szerelemmel, s míg váltja önmagát sebesen a világ, ágaskodó hegyek homlokán visszhangzik a lélekhang csillagmozgása, nincs e földön nyugavásomnak helye. Ugye két év alkotásairól beszélünk nagyjából most, hiszen nem csak egy rádióműsor készül, és ezt mondom a hallgatóknak, hanem egy elektronikus kötet is a műveidből. Ebben az összeállításban tulajdonképpen minden benne van, vagy sok mindent kidobáltál? Hát ez igazából egyötöde. Két éves, tehát a két év 2014-től mostanáig megírt verseknek igazából egyöt, egy válogatás. Ezt én magam válogattam össze, ezt rám bízták, kértem segítséget, de ezt rám bízták, és lehet, hogy ez így is van jól. Igazából én úgy érzem, hogy nincsenek benne az ebben az évben írt versek. Én úgy érzem, hogy azok egy kicsit érettebbek és egy kicsit átgondoltabbak. Az majd egy következő lépés lenne. Igazából a verseknek az összeválogatása az egy, egy tematikus rendszer követve történtek. Ezt az Ágia Menyem javaslatára is történt igazából a válogatás a versnek az rám bízták. Utána, amikor megmutattam a gyerekeknek, akkor volt egy olyan ötlet, hogy hagyjam így, mert ez nyomon követhető az embernek a minden nap, hogyan gondolkodik, hogy változik az érzése, egyik nap másik után milyen érzés követett. Igen, nem csak egy kívülállónak igazából nem mond semmit, hisz nem ismer engem, és nem tudja az, hogy én aznap éppen milyen hangulatom volt, milyen hatások értek. És ez egy igazából egy kis káosznak tűnő dolog lett volna. És akkor a, az Ági javaslatáról hisz a verseknek van egy vonulata, és még a címe is más lett volna, teljesen más. Aztán az ő, ő javaslat alapján az egyik versnek a címe került a Maga a kötetnek a címére is, hisz, hisz az ember az embert mindig ö, érik különböző hatások, erre nyilván reagál, és különböző gondolatok foglalkoztatják. És igazából az ember elsősorban magávó, magából indul ki, magában próbál rendet teremteni, magából ö, ö, aztán kinyílik a világfele, és azok a gondolatok, család, és utána megint visszafordul saját magába, hisz, hisz. Születünk. Ennek az életnek nyilván valahol véges, véges ez a dolog, hisz nem vagyunk halhatatlanok, és, 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 az életnek a végén az ember megint saját magára marad, nagyon egyedül marad. Sajnos ezt, ezt tapasztalom nap, mint nap a, 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 munkám kapcsán, és egy picit ez, ez, ez a vonulat, hogy a, a mindennapi tevékenység, az egészségügyi tevékenység, látván az embereket, hogy, hogy küzdködnek, nyüglődnek saját magukkal, de nagyon könnyen kinyílnak a világ fele, és nagyon csodás dolgok dolgokat látnak, tudnak és mondanak, és, ö, és, és, élek utána pedig. Az életnek van egy megint, önkor, megint nagyon magunkra egyedül maradunk, és saját magunkba visszafordulunk. És ennek a netkötetnek igazából ez a, ez a, a vonulata, és ez a, az üzenete, és ez a, ennek fényében lettek aztán végül összeválogatva a versek, nem keletkezési sorrendben, hanem tehát tulajdonképpen ezt a, ezt a vonulatot követve válogattuk össze a verseket. Igen, tehát, hogyha a hallgatók több versére alkotására is kíváncsi a zöld Attilának, akkor megtekinthetik az irodalmi rádió szerkesztésében kiadott netkötetét a Magyar Elektronikus Könyvtár rendszerében is. És nyomtatott kötet van már gondolatban. Hát egy picit visszatérnék erre a netkötetre, annyit még kulisszatitokként elmondanám, hogy az előszót azt a Kuna Ágnes írta a Menyünk, Menyem a rajzokat, az illusztrációt, az pedig a, a Kata, Katalányunk műve, ő készítette. Igazából egy antológiában már, ha jól emlékszem, olyan 15 verse már megjelent, ez egy helyi antológia az Ózdi amelynek tehát az Ózdi Szépszó irodalmi körtek tagja vagyok, és ott jelent meg egy antológia az Ózdi Szép szó 20 éves évfordulója alkalmából, plusz a helyi szép újságnak a hasábjan is jelentek meg versek. Igazából még nem mertem ö, magam, megmondom őszintén, nem tudom még hova tenni ezeket a dolgokat, ezeket az írásokat. Igazából bátortalanságomból kifolyólag még, még nem mertem nagyobb plénum elé, nagyobb nyilvánosság elé vinni ezt a dolgot. Igazából ez a beszélgetés is az első olyan megnyilvánulás, ahol igazából én most kicsit megnyíltam és kitárókoztam, kicsit féltem is, amikor idejöttem, és vagy két napja, hogy gondolkodtam, hogy Igenis, ez kell nekem, nem kell, de, de hál' Isten, Én most nagyon jól éreztem magam, és kaptam is néhány megerősítést tőled. Én bízom abban, hogy ez a kapcsolat ki fog virágozni, ki fog teljerebésen, ki fog lombozódni, és, és, és igazából többet tudok majd magamból megmutatni, és ki tudja, hogy hova visz majd ez a, ez a beszélgetés, ez a találkozás, és izgatnak dolgok, hisz belenéztem már az irodalmi rádiónak, hogy mondta, 15 éves múltja van nagyon értékes és nagyon-nagyon izgalmas emberekkel, képeket is végignézve, a korábbi rendezvényeket már átnézegettem, interjút is, ami készült, azokat is átolvasgattam, és ezek, ezek igenis közel állnak hozzám, és, és izgalmasnak találom. Én is nagyon köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat, és hogy gyarabítod alkotásaiddal alkotóközösségünket és rádióunk munkáját. Nagyon szépen köszönöm a tartalmas beszélgetést is, és további sikereket kívánunk. Kedves hallgatóink műsorunk zárásaként fogadják sok szeretettel, zöld attila két művét, az egyiket az édesapjához, másikat pedig az édesanyjához írta, és saját maga fogja tolmácsolni ezeket az alkotásokat. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Zsoldos Árpád is. Apám mondta. Édesapámnak szeretettel 80. születésnapja alkalmából. Apám kérte, nézzem a tündöklő szépet, a hajnal pírt, mely az éj leplét emésztette. Legyen ez érzéki léted és illatozó fényed. Majd a dolgok világainak titkait elém tette. Apám, ha bár tanított, példát élete mutatott. Oda bent keresd a fényt, a vágyak tengerét. S elhozta a pillanatot és a mindenség tudatot. Ezer hullám keblén oltva a vágy forró leheletét. Apám mindig bekötözte naivitásaim sebeit. Ne fogyjon el a bizalom, a szabad vélemény. Mikor gyilkos szavak tépték hitemnek kebleit, s arcom volt védtelen, maradt a száj hű, és erény. Míg sápattan áll az éj hajnalpír előtt, a tengernyi mélységet ég csókja vissza. A szeretet fényútja Aranypók hálót szőtt, önmagam ősvénye apám hitébe vezet vissza. Apám mondta, a világ jó, ha megérted, tudni fogod léted mire való. Ragyogásod Édesanyámnak szeretettel 80. születésnapja alkalmából Szivárvány lelkemből ívelő szintenger, őrzi ragyogásod, napsugár víz csebben, ezernyi szépségből kilépő fényember. Véredből vérembe cseppentve az igét, rámadtad a tiszta érzést, majd hozzá a szeretet kékét és anyaszív melegét. Adtál hozzá hitet, féltésed sem pöröl, megértést, türelmet, szeretetből sokat. Értem ejtett könnyed kristályos fényöből, ezernyi emlékből gyűjtöttem mosolyod, sápad holtsugárból, virágillatából, harmaton tündöklő fénysugár jóságod. Ragyogásod zártam napfénysugarába, ezüstös éjbe, a csillagok fényébe, tavakon csillanó arancsillanásba száz 100, meg százféleképp 100 látlak jönni felém, aggódva, óva gyilkos táncok idején, de mosolyogva, tárt karokkal jössz mindig elém. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Holnapunk www.irodalmiradio.hu